Ciao. Független média felület Miskolcon. Ahogy az adásbeharangozóban az el is hangzott, most ugye a Privát Félmúlt Miskolcon című kiadványsorozat kapcsán, vagy azt kísérve létrejött, vagy elindult riportsorozat következő adását hallhatjátok. Ugye a Privát Félmúlt sorozat, ahogyan azt Emese is elmondta, az Észak-Keleti átjáró gondozásában jelenik meg, és ez egy sorozat, amelynek minden egyes alkalommal más szerzője van, úgyhogy a soron következő kiadvány, amit most be fogunk mutatni, az Tasnádi Csöpi Egyedül Miskolcon című kiadványa, úgyhogy nagyon sok szeretettel köszöntöm a szerzőt itt ül velem szemben, szervusz! Szervusz, én is nagyon szeretettel köszöntök mindenkit, aki hallgatja ezt a civil rádiót. Nagyon örülünk, hogy elfogadtad a meghívást. Ugye most már hosszú-hosszú hónapok óta mindig minden egyes szerzővel beszélgetünk egy fél órácskát, órácskát arról, hogy hogyan is kapcsolódott ehhez a kiadvány sorozathoz, mi volt az egyéni motivációja, hogyan élte meg az alkotási folyamatot, és hát nyilván magáról a kiadványról is, hogy ez milyen városrészeket, milyen korszakot ölel fel, vagy hogy kinek mi volt ez a privát félmúlt, vagy az a szubjektív szűrő, amin keresztül a saját eddigi életét láttatja. Itt ugye majd nyilván úgy fogjuk csinálni, mint az eddigi adásokban is, hogy az összes történetet nem meséljük el, mert azért az a jó, hogyha a hallgatónak ez felkelti az érdeklődését, és utána majd elolvassa. Úgyhogy, hoppá, nyikorog az ajtó. Tőled is kérdezem, hogy milyen módon kapcsolódtál a kiadvány sorozathoz? Hát miután az Avasi Borút Egyesület, és hát megemlítem, a Miskolci Pincék Asztal Társaságának is a tagja vagyok, így több ilyen könyvbemutatón már részt vettem. Na most, amikor ugye ez 2017 decemberében jelent meg az enyém, a Vajda Csilla egyik tagtársam könyvbemutatóján voltam, és valahogy nagyon-nagyon tetszett, ahogy Csilla előadta, ahogy fogadták a többiek, a tagtársak, a barátok. Nagyon-nagyon jó hangulatú volt. Nekem ugyan bakancs listám sose volt, mert hogyha majd valaki ezt a könyvet elolvassa, akkor látja, hogy elég lentről jöttem, ha lehet ilyen szót mondani, mert annak idején nem az, hogy a szocializmusba éltem, mert az nagyon-nagyon jó volt, annak voltak jó oldala is, de miután nem volt se testvérem, se apukám, egyedül édesanyámmal éltem együtt, tehát nem volt könnyű a kezdet. És ehhez képest, hogyha majd valaki veszi a fáradtságot, és remélem, hogy tetszeni is fog a könyv, elég nagy utat jártam be, így nem volt bakancs listám, mert úgy gondoltam, hogy amit én kitűztem magamnak, azt igaziból el is értem. De a Csilla bemutatóján mégis valahogy jött egy ilyen gondolat, amit sajnos, vagy hál' Istennek, nem tudom, hangosan ki is mondtam, hogy na, ez az én bakancs listám, én is szeretném megírni a saját könyvemet. Na, Bátori Csongor, aki pont ott ült a hátam mögött, ő az Avasborút Egyesület elnöke, rögtön mondta is, na Csöpikém, akkor te leszel a következő. Hát én ezt nem vettem azért olyan komolyan, de aztán egyszer csak hallom, hogy Kapusi Krisztián is, meg a többiek is mondják, hogy hogy állsz a könyvvel. Hú, de megijedtem, hát mondom, még igaziból el se döntöttem, de már akkor tudtam, hogy nincs visszaút. És így éjszakánként, mert amúgy is rossz alvó vagyok, olyan fél három körül, fél háromtól hatig, úgy látom, az annak idején is akkor tanultam, 5 órakor hajnalba, ez úgy látszik megmaradt, és akkor elindult ez a könyvírás, ami nagyon-nagyon nagy örömet jelentett nekem. Igen, a Csilla lelkesedése valójában magával ragadó, vagy valóban magával ragadó, ő is volt már itt, ugye, hiszen ő is privát filmult szerző, és ő is beszámolt arról, hogy ő maga hogyan kezdett hozzá. Na hát akkor te egy éjjeli bagoly vagy, akkor ez nagyon érdekes, hogy akkor ez egy hajnalban született privát filmult, gyakorlatilag igen. Mondhatjuk. És volt már korábban példa arra a te életedben, hogy írtál valaha bármit is, amit így ilyen több oldalas, vagy ilyen nagyon koncepcionált, így végig kellett gondolni, vagy hogy kell ezt elképzelni?
Hát inkább azt mondanám, hogy rengeteg könyvet olvastam, miután mondtam, hogy az anyagi helyzetünk nem volt olyan rózsás, de ugye könyvet azt akkoriban 10 forintokért lehetett kapni, meg akkor is volt könyvtár, tehát rengeteget olvastam. Versmondással nagyon sokat foglalkoztam, sőt iskolában majdnem állandó versmondó voltam, és az utóbbi időkben egy-egy alkalomra olyan ismerősömnek, vagy olyan barátomnak, vagy olyan rokonomnak, akit igazán szerettem, egyszer csak írtam ilyen kis verset, ritmust, és igazán jól sikerült. Aztán az asztaltársaságnál is, amikor volt egy-egy ünnepség, akkor például a miskolci pincékről, a minden egyes pince tulajdonosról ilyen kis csasztuska-szerű, vagy nem is tudom, hogy mondjam, ilyen rövid, de velős kis versikéket írtam. Amúgy nem, tehát ilyen összefüggően nem írtam azelőtt, csak ilyen kis verseket. Igen, de ez mindig egy olyan érdekes kérdés, hogy lesz a járókelőből író, ugye? Mert hogy mindenki, aki vagy a szerzők döntő többsége, még hogyha munkájából adódóan kell is gyakran fogalmaznia, vagy írnia, azért ilyen jellegű írásokkal az ember nem gyakran foglalkozik élete során. Tehát, hogy szerint azért kérdezem ezt meg mindenkitől, mert ez mindenki életében egy olyan különleges alkalom, és mindenki más módon jut el, vagy másképpen közelíti meg ezt a dolgot. És az, hogy miről fogsz írni, mi az, ami benne lesz, mi az, ami kimarad, vagy maga a folyamat, azt hogy kell elképzelni, hogy állt össze a koncepció, a fejezetek, a cikkek? Tehát igaziból az óvodás koromtól kezdve végigvittem az egész életemet. Tehát azt lehet mondani, hogy születéstől egészen napjainkig, illetve pont ez a legutolsó rész, aminek köszönhetem a könyvet, ez az avasborút, ezek már nem fértek bele, tehát a pincével kapcsolatos élmények és olyan kulturális dolgok, amiket nagyon-nagyon szeretek. Maga ez a közösség, hát ezt egyszerűen nem lehet elmondani, hogy mit ad az embernek. Ugye a bor és a gasztronómia az kézen fogva jár, és a mi társaságunk olyan, hogy tényleg minden egyes alkalommal, legyen az közgyűlés, legyen az névnap, legyen az egy kulturális megemlékezés, akkor a hölgyek azok mindig készülnek, nem csak süteménnyel, hanem finom krémekkel, finom édességekkel. A férfiak azok hozzák a bort, de ezt se lehet így most már külön választani, mert ugye nekünk is van pincénk, nálunk én vagyok a nagy kóstoló, a párom igaziból nem is nagyon szereti a bort. Tehát itt tényleg azt lehet mondani, hogy pont ez maradt ki, de ugye ez meg volt szabva, hogy mennyi, és így bizony nem csak ezzel kapcsolatosan, hanem már mással is megfogalmazódott bennem, hogy hát lesz ennek a könyvnek még folytatása. Hát igen, mert egyébként, ha optimisták vagyunk, ugye akkor számít valaminek, én azt megkérdeztem a szerkesztőktől, akkor számít valami a sorozat szempontjából érdekes privát filmultnak, amikor már legalább 20-25 év távolságból nézünk valamire vissza, úgyhogy azt jelenti, hogy ezek az évek 20-25 év múlva megint megjelentethetőek, úgyhogy csak ki kell várni ezt a kis időt. Hát az már nekem azért egy kicsit messze lenne 20-25 év, én szeretném ebbe az évbe még, amit elgondoltam, az lenne egy ilyen barátságszerelem, és amit már most el is kezdtem, de megmondom őszintén, hogy valamilyen szinten meg is torpantam, mert elég, bár aktuális, de azért nem könnyű témát választottam, ez lenne a címe, hogy Zaklatás Miskolcon, és ez bizony el is mondja a címe is rögtön, hogy azért ez nem egy ilyen könnyebb műfaj lenne. Na most az az igazság, hogy amikor ezt a könyvet elkezdtem írni, a történetek azok úgy jól összeillettek, csak rájöttem, hogy ez nem olyan egyszerű már egy regényt írni, hogy így mondjam, mint amikor egy ilyen önéletrajzi kis füzetecskét megírtam, itt már valahogy egészen más a szerkesztési forma, és most még ezzel nem vagyok tisztában, hogy neveket adni a szereplőknek, vagy elhelyezni egy bizonyos korszakba. Tehát bizony itt leragadtam, itt még sok mindenkivel kell nekem ahhoz tárgyalni, megbeszélni. Itt főleg Balog Attilára gondolok, aki ebbe a füzetbe is nagyon-nagyon nagy segítség
feleségemre volt, még nem beszéltünk róla, mondta, hogy írjam meg azokat a részeket, amit már megtudok, majd összekötjük. Hát írtam már bele, de abszolút nem vagyok magammal megelégedve, hogy őszinte legyek. Én szinte biztos vagyok benne, hogy ezekben a percekben hallgatja az adást. Na. Úgyhogy szerintem most ezt veszi a lapot. Tehát akkor ez azt jelenti, hogy kedvet kaptál az íráshoz a privát félmúlt kapcsán. Így van. És hogyha visszatérünk konkrétan erre a kiadványra, hogy amikor ugye megszülettek a történetek, meg megfogalmazottak, hogy ez egy ilyen automatikus folyamat volt az írás, vagy azért kellett néha-néha küzdeni, vagy megakadt néha a dolog egy-egy szereplő kapcsán, vagy ahogy az emlékek előjöttek. Nem, ez érdekes, ahogy elkezdtem, teljesen folyamatosan jöttek a gondolatok. Tehát valahol azt gondolom, hogy valahol mégiscsak megvolt nekem ez a fejembe. Tehát az nem igaz, éppen most gondolkoztam rajta, hogy soha nem gondoltam rá, mert azért mindig mondtam, de jó lenne egy könyvet írni, de ezek olyan szlogen volt nálam, hogy abszolút nem gondoltam komolyan, de ezek szerint a fejembe mégis összeállt, hogy miután az úgy gondolom, hogy és meg az azóta ugye sok-sok mindenkivel, régi és új ismeresekkel is beszéltem, és rátalált másokra is ez a kis kötetecske. Tehát más is ugyanúgy beleéltette magát ebbe a könyvbe, tehát ebből gondolom azt, mármint hogy... Mármint úgy érted, hogy a te számodat olvasva? Igen, hogy mások is mondták azt, hogy mintha az ő életükről is szólna. Hát ugye azért itt, hogyha csak azt mondom, hogy pont a 80-as és a 80 és a 90 éves közötti idő, és pont a rendszerváltás, hogy éltem meg a rendszerváltást, hát azért ez egy ember életében hát egyáltalán nem egy kis dolog, és azért nagyon sok mindenki átélte ezt, és a könyvet olvasva ezek szerint, ugye ő is rájött, vagy sok ember rájött arra, hogy bizony nem csak ő, hanem más is nehezen élte meg ezeket az időket. Igen, az az érdekes egyébként ebből a sorozatban, ez valamilyen formában szinte minden egyes riportban meg is fogalmazódik, hogy én ugye kiadványra találkoztam eddig az összesen mindegyiket végigolvastam, és hogy valójában az azonosságok mentén bontakoznak ki a különbözőségek, mert hogy mindenki járt Miskolcnak minden olyan város részében, gyerekkorában, fiatal felnőtt korában, vagy akár napjainkban, ami ezekben a kiadványokban előfordult, az adott történelmi eseményeket életkorától függően mindenki átélte, vagy hallott róla a szüleitől, de hogy ezek az azonosságok azért mindenki életében bizonyos különbségekben is megnyilvánulnak. Tehát, hogy mindenki tudja, mindenki emlékszik, de mindenkinek egy kicsit más volt. Attól függően, hogy milyen volt a közeg, ahová ő született. Hát mondjuk most, hogyha pont ebbe kapcsolódnék bele, akkor nagyon sok mindenki emlékszik arra, ugye én 67-ben érettségiztem, akkor voltam 18 éves. Na nekünk ugye nem adatott meg az, mint a mai fiataloknak, hogy olyan nagyon sok szórakozási lehetőség volt. És benne van a könyvben, hogy ezt a tapolt Orcai strandon, ahogy mi szórakoztunk. Volt egy társaságunk, 10-15 lány és fiú nyáron, szinte minden nap kimentünk, és hát feketére sütettük a hasunkat. És ahogy ezt ugye leírtam, hát ez is szinte mindenkivel találkozott, hogy amikor elmondjuk, hogy bizony, akkor egyetlen egy busz jött, az a régi busz, nem, hogy csuklós busz, az is órákon keresztül volt ott egy ilyen kanyargós megálló mindenki, amikor elolvasta neki, is eszébe jutott, hogy bizony órákig vártunk, és türelmesen soha senki nem volt ideges. Jött a busz, fordult a busz, vagy felfértünk, vagy nem fértünk fel. Ugyanígy a Tapolcai Anna, a nádfedeles Anna teraszon, ugye utána a szombaton, amikor kimentünk, cserjéség játszottak. Hát amikor ezekre csak visszagondolok, és ugye akik akkor barátaim voltak, vagy ha nem voltak barátaim, de ők is ugyanúgy átélték, hát most ez nekem egy olyan jó leső érzés volt, hogy azóta, amióta igazán egy semmit mondó kis könyves,
könyvecske, de azt el tudom mondani, hogy szinte megváltoztatta az életemet. Na hát. Nem csak azért, mert hogy azok az ismerősök, vagy barátok, vagy osztálytársak, vagy sporttársak, akikkel nem találkoztam valamiért, el is jöttek a könyvbemutatóra, ami nekem egy olyan élmény volt, hogy talán életem egyik legszebb, legjobb élménye, hiszen ez a könyv nincs, akkor ugye a minden rétegből ott voltak együtt a barátaim, az ismerőseim, ezt nem is lehetett volna másképp összehozni, akárhogy igyekeztem volna. És ez nekem nagyon-nagyon jól esett. Igen, most egy kicsit közbevágok, vagy közbeszúrok, hogy a hallgatók is értsék, hogy miről van szó. Ugye minden egyes kötetnek van egy-egy bemutatója, amikor napvilágot lát, tehát amikor még friss és ropogós kijön a nyomdából, és a Csöpike bemutatója a Dőri pincében volt. Igen. És hát ugye a Dőri pince Miskolc főutcáján egy ilyen tehát ez egyik gyöngyszem, én nagyon szeretem azt a helyet, nagyon jók azok a festmények a falon is, hogy azért az nagyon jó volt, hogy ritkán van sajnos tömeg a Dőri pincébe, és akkor tele volt a pince, tehát ez nagyon, nagyon klassz volt. Akkor ez neked egy abszolút pozitív élmény. Hát nagyon, nagyon, nagyon. Hát igen, ott volt nyilván a családom is, a férjem, a lányom, sőt a kis unokám is, és ők ugye adják a hátteret, és meg kell említenem ugye az Ágikát, a Csatlós Ágikát és az ő férjét, akit szerintem, ha most kimondom a nevét, Árva István után azt mondom, hogy Sityú, azt igen, hiszem, hogy talán tudja. Mindenki igen, tudja, igen. Hogy kiről van szó. Na, ők segítettek nekem abba, hogy a könyv kapcsán ők mondtak el sztorikat, Ágika nagyon-nagyon kedvesen, aranyosan vezette fel az egészet, és annyira jó hangulatú volt így utólag is, úgy érzem, hogy másoknak is egy élmény volt ez az este. Sityú. És Csatlóság is kedvet kapott az íráshoz a saját privát félmúltja kapcsán. Igen, ő írt már Sityúval is, meg hát ő nagyon sok kötetnél asszisztált. Igen, tehát, bábáskodott felette. Igen. És nekem így ez nagyon-nagyon jó volt, hogy az új barátok, a régi barátok együtt vannak, és erről lehetett beszélgetni, mert ez tényleg csak egy beszélgetés volt, de valahogy a visszajelzések nagyon-nagyon pozitívak voltak. Hát azt gondolom, hogy a legszebb ideje van egy ilyen szép gondolat után a zeneszünetnek. Most hallgatunk egy kis zenét, és akkor a zene után pedig egy kicsit konkrétan végigvesszük ezt, hogy mitől is van valaki egyedül Miskolcon. Ellopasz megye, árul már el, hogy vagy? Ellopasz megye, mit újság itt nálad? Ellopasz megye, Ózdon, mi a helyzet? Ellopasz megye, a dolgait, hogy menne? Holnap indulok, nem kirándulok. Tudom, hogy megkapom, mit Miskolc adni fog. Mindet itt hagyok, mindjárt ott vagyok. Kapok jó sokat, mit Miskolc tartogat? Diós Győri vár, barlang itter már. Vár a tér a búza, hol szól a belga blúza. A valsi kiláton, vígan kiáltom. Az, hogy belátom, jó itt barátom. Hellobaz megye, Barcika is jó hely. Hellobaz megye, sátor alja új hely. Hellobaz megye, áruld el a titkot. Hellobaz megye, mondd meg, hogy csinálod. A fővárost, ahol élek, biztos elhagyom. Megnézem majd a halott látót putnokon. Tapolcán a barlangba, majd a lábam áztatom. Bánk útra télen megyek, deszkám otthon nem hagyom. Elmegyünk a Tiszához, bérelünk egy csónakot. Lecsorgunk alkonyáig, utána megcsobbanok. A Miskolci Egyetem remek, oda is majd csak gyalog megyek. Persze, csak ha felvesznek, de a Rockwellbe akkor is megyek. Ellopasz megye, mondom minden reggel. Ellopasz megye, mert ez kurva jó hely. Hidd el újra helyre áll Miskolc, mi mitosza. Kétség kívül Miskolc a rock fővel városa. Bármi más, csak gyenge hitvány már másolat. És elmegyek, mert tudom, Miskolc befogad. Egész évben kó,
csónya fesztivál. Sok sör, sok cigi, hatalmas dudát. Miskolc a hely, ahol sok tejet kéne venni, ahol a lányokat kenyérre lehet kenni. Felépül majd a borsodi Eiffel-tornyó, és ha minden igaz, lesz saját piramisunk. Na 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 na. Hello buzz megye, tell me how you doing. 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 Hello buzz megye. Na és vissza is jöttünk, ugye csupa kellemes vizeken eveztünk eddig, mert ugye ott tartottunk, hogy milyen jó hangulatú volt a bemutató a Dőri pincében, meg hogy Ági és Sityú hogyan segítkeztek a megszervezésében, lebonyolításában, meg hogy ugye említetted te is, ami már így többször is elhangzott több szerző szájából, hogy hogyan segítettek ők, vagy bábáskodtak a kiadvány megszületése körül, hogy térjünk egy kicsit rá magára a szerkesztési munkára, hogy amikor elkészültél ezekkel a cikkekkel vagy írásokkal, akkor ugye utána gondolom jött a fényképek válogatása, meg a tervezgetés, hogy hogyan fog kinézni. Milyen volt viszont látni nyomtatásban? Hát az nagyon érdekes volt, mert a nyomtatást azt én is akkor láttam, abban a pillanatban, amikor beléptem a Dőri pincébe, tehát előtte én sem fogtam a kezembe, hanem ugye egymás között a számítógépen küldözgettük Áginak, amikor már valamelyik résszel készen voltam, ő is, és ő is mindenki akkor látta először, tehát nekem is egy újdonság volt, és hiába adtam oda a fényképeket, hogy ehhez a részhez ezt tegyük, a másikhoz azt tegyük, de azért úgy együtt látni, hát az valami csodálatos élmény volt nekem. A borító is, ugye azt nem döntöttük el teljesen, hogy melyik lesz a borító, de aztán végül ez a Füzes utca 18 udvar, ez tetszett meg Attilának nagyon, meg ugye ez mutatja azt, ahol tényleg én laktam, itt van mögötte a húsbolt, amit írtam, hogy ott vásároltunk, és ezek a helyek a mai napig is ott voltak, tehát nagyon-nagyon ügyes volt ez a választás szerintem. Tehát akkor ez egy abszolút megható pillanat volt, amikor így... Igen, igen, igen. Felírtam magamnak néhány dolgot, amit olvastam a könyvbe, és ezek jó része olyan, ami mondhatjuk, hogy nosztalgikus, mert mindenki átélte, viszont volt szinte az első pár oldalon, nem tudom, amikor édesanyádról beszélsz, hogy mi volt az ő munkája, ő ugye a Ládi telepen dolgozott. Igen. Ez el se kellett olvastam a lábjegyzetet, mert ezt munkahelyem kapcsán tudom, mert nekünk partnerünk az Észak-Erdő ZRT, és ez egy fatelep a Ládi telep, de szerintem aki miskolci, ezt mindenki tudja. Ez ma is és azt írod, hogy édesanyád tudott köbözni. Az mit jelent? Hát a fának ugye van egy vastagsága, és azt kell megállapítani, hogy az a fa, amikor valaki elviszi megrendelő, hogy az neki házhoz kell, vagy alaphoz kell, vagy polchoz kell, hogy az milyen legyen, és anyukám tudta ezt megállapítani. Tehát ez egy a legjobban. Minőségi igen, valami, igen, igen. Hogy... Ez egy számítás, hogy gyakorlatilag mondhatnám azt is, hogy a fának a köbözés, a lisztnek a kiló. Tehát az határozza meg a mennyiséget és a minőséget is együtt. Értem, mert ez a szó az teljesen új volt számomra, és szándékosan nem googliztam rá, mert azt gondoltam, hogy milyen izgalmas lesz majd erre a kérdésre élő egyenesben választ kapni, de tessék, akkor most már ezt is tudjuk, úgyhogy az ismeretterjesztő részen is túl vagyunk. És akkor felírtam itt magamnak néhány dolgot, hogy amit így említesz az életedben. Itt van például az úttörő mozgalom, tehát ez egy nagyon-nagyon vegyes dolog. Van, aki úgy emlékszik rá, hogy ez egy pozitívum, van, aki úgy emlékszik rá, hogy ez kevésbé volt jó, de én úgy érzem, hogy ez az úttörő mozgalom, mint ifjúsági mozgalom, ez a te soraidból süt, hogy neked ez nagyon sokat hozzátett az életedhez pozitív szempontból. Hát ezt nagyon-nagyon eltaláltad, tehát nekem az, hogy kollektív, ami ma már ez a szó valahogy nincs is benne annyira a köztudatban. Kicsit pejoratívvá is lett az így évek van, során. Így igen. Van, de az akkor az, hogy én őrsvezető voltam, a Nagyváti úti általános iskolába jártam, és az A-osztály volt mindig a kitűnő osztály, és amikor 8 A-s voltam, és csak kitűnő tanulók lehet
lettek őrsvezetők, meg akik a társadalmi munkába is részt vett, meg a kulturális munkába is, mondtam korábban, hogy elég sokat szavaltam. Hát a mai napig is, hogyha a hét állnak az őrsi tagjait, az utcán találkozok velük, hát egy olyan tisztelet, egy olyan megható dolog volt, jelentett nekem az őrs, az egy egész komoly kis közösség volt, és ott olyan tisztelettel voltunk egymás iránt, tehát hiába gyerekek voltunk, egy nyolcadikos azért inkább gyerek, mint felnőtt, és azt hiszem ebből a kollektívával hoztam magammal a mai napig is, hogy akárhova megyek, legyen ez akármilyen közösség, előbb-utóbb én magam is észreveszem, hogy előbb-utóbb vállalom a feladatokat egyre többet, és mindig emiatt középpontba is kerülök. Tehát nagyon-nagyon-nagyon szeretek tenni a közösséggel, legyen ez bármi. Tehát akkor, ha jól értelmezem, ugye mondhatjuk mai pedagógiai szóhasználattal, hogy te valamilyen szempontból hátrányos helyzetben voltál teljesen, néhány társadhoz képest, és akkor itt a képességeid kibontakoztatására ez voltaképpen egy lehetőség volt. Így van, volt. Így van. És ugye sorok közül nekem így főleg most élőszóban, ahogy mondod, így az olvasható még ki, hogy a tanárok irány mutatása nélkül ez a közösség önállóan is működött ezek szerint. Igen, ez így van, tehát Bíró Éva néni volt a legfelsőbb, tehát a minden őrsvezetőnek a tanári őrsvezető. Nagyon-nagyon szeretett engem, mert jó sportoló is voltam, már akkor is asztali teniszeztem, és nagyon szerette azt, hogy valaki jó tanuló, jó sportoló, tehát még ez is kellett hozzá, és még akkor vállalt ezt a közösségi feladatot. Tehát akkor ez egy abszolút motiváció volt számodra. Így van. Ehhez képest kicsit szomorúan olvastam tovább, anélkül, hogy lelőném a poénokat, hogy ez a tanulás iránti motiváció középiskolában ugye megtörik. Tehát, hogy ott ugye a kamasz évek alatt ez így elsikad, akkor elképzelhető, hogy lehet, hogy ez annak is köszönhető, hogy középiskolában már nem volt hasonló ifjúsági élet. Nem is ezt mondanám, hogy megváltozott a baráti kör, megváltozott a körülmény. Nagyon őszintén nem volt divat, mondhatnám azt a szót is, amit mindenki ismer, ciki volt az, hogyha valaki jó tanuló volt. Tehát mondhatnám azt is, hogy ugrattak az osztálytársaim, vagy a baráti köröm, hogy na mi van, Tóth Erzsimán, tegnap tanultál, hogyha másnap mondjuk történelemből 4-es kapta, mert Kővári Gyuszi bácsi nagyon-nagyon komolyan vette, és bizony ő a 4 alát adta meg a 3/4-et, még akkor is, ha 5-ösre feleltünk, és emiatt volt az, hogy már nem volt divat, nem tudok jobb szót találni, és a másik, hogy matematikából nem voltam valami jó, és ezt nem is tudom, hogy létezik, hogy a matek tudásom valahogy elsikkadt, és emiatt, hogy a történelem, magyar és a többi tárgyak mind jól mentek, emiatt talán igazad van, talán egy kicsit leadtam ebből a óriási szorgalmamból. És egyébként, hogyha visszagondolunk a fiatalságodra is, meg ez a kötetből is egyébként kitűnik, hogy bemutatnád egy kicsit a társadalmi életnek azt a formáját, ami akkor jellemezte a tinédzserkorú fiatalok életét? Az előbb már úgy említettem, hogy a Tapolcai strand. Hát igaziból, ha belegondolok, itt szemben lévő Capri cukrászda, ahol van a Turinforma, ahol egyébként a könyv is majd nem hogy kapható lesz, hanem megjelenik, mert ez nem pénzért árulja a Turinforma, hanem lesz egy ilyen becsületkassa, és mindenki annyit ad, amennyit szeretne, ezzel a északkeleti átjárót segítenénk, hogy minél több ember, aki szeretne ilyen kis könyvet írni, tudjon írni. Tehát ez a Capri cukrászda, ez volt egy ilyen összejöveteli helyünk, és egy-két házi buli. Többek között ugye az én jelenlegi párom, a Tasnádi, én már csak így fogom mondani, ő is egy zenekarnak volt a tagja, és náluk elég sokat összejöttünk. Tehát igaziból
a szórakozás ilyen szűk körre korlátozódott, hát arról meg nem is beszélve, hogy pénzünk meg szinte egyáltalán nem volt, mondjuk a többieknek se, tehát hiába nekem csak anyukám volt, de azt nem lehet elmondani, hogy én egyszer nem láttam, hogy valaki a strandon ebédelt volna, vagy egy ilyen kapricukrászdában maximum egy fagylaltot, ha megettünk, tehát ennyi volt, és én nem tudom, mégis boldogok tehát voltunk, vagy a májító. Igen. Vagy a májító, ahova kimentünk vonattal, és ugye ott egész nap maximum egy zsömlét, ha vittem, meg almát, sajtot, mert ez volt általában otthon, viszont ettől viszont vékony voltam, nem kellett fogyókúrázni, és így azért jól el voltam. Én nem emlékszem úgy vissza, tehát ezek nem jönnek nekem úgy vissza, hogy ez rossz lett volna. Tehát sokkal, sokkal több volt az intellektuál része, tehát az volt a divat, hogy ki olvasott, ki mit tud, tehát az azért nagyon, tehát amit az előbb mondtam a tanulással, azért nem úgy kell elképzelni, hogy kettes tanuló az ember, mert hármas, négyes, meg csak már nem volt az a hajlamom, hogy kitűnő legyek, de az viszont megvolt a társaságban, hogy mindenki törekedett arra, hogy kulturálisan fejlődjön. Tehát akkor a társadalmi életet jellemezték, vagy átszőtték az intellektuális beszélgetések. Igen. Na hát ez nagyon, nagyon jó érzés lehet valóban erre visszaemlékezni. És ha jól tudom, akkor sportmúltad is van. Igen, az előbb mondtam az asztali teniszt. Ez már a Miskolci úttörőházban kezdődött, oda jártam pingpongozni. Hát egyetlen egy asztal volt, ugye sok fiú, sok lány, és hát nem tudtunk másképp megoldani, hogy mindenki tudja, hogy mi ez, aki a pingpongot ismeri, hogy ez a körbe-körbe, tehát körbe-körbe megyünk, és akkor az utolsó kettő, aki marad, az játszik, és az, aki győz, az nyert. Így van. És akkor ebből a tizenéves korom után, akkor kezdtem először, akkor úgy hívták még, hogy előre, illetve a munkás, az már ugye, ami ma van a Vigadó helyén, a Népkertben, hát az már egy nagyon komoly, az MB2-es szakosztály volt. Azt már nem mondom, hogy abba belefértem, de azért párosba, egyénibe, amire eljutottam, például középiskolás bajnok voltam. Tehát ez nagyon jó volt, és utána a munkahelyemen is sokat pingpongoztam. Tehát maga arra nem dicsekedhetek, hogy olyan, mint Kis Molnár Ani, hogy ifjúsági világbajnok volt, de nekem ez nagyon megalapozta a sport az egész életemet. A Kis Molnár Ani, akit az előbb említettél, ő szintén jelen volt a bemutatódon, ő az, igen, aki egészen nagy sikereket ért el aztán itt a nézben Miskolcon. Igen. Hát mondom, hogy ő világbajnok volt, ifjúsági világbajnok, és ő vele is együtt játszottam. Ez hozzátartozik, hogy gyakorlatilag azért hagytam abba, mert Ani, amikor megjelent, ugye én 16, vagy 3-4 évvel fiatalabb tőlem, szinte pici lány volt, két hónap alatt mindenkit úgy levert az asztalról, hogy ezt el nem lehet mondani. Tehát ő egy kimondott tehetség volt. És akkor az ember azt gondolta, hogy na, akkor itt már az embernek nincs keresni valója, akkor már csak rajta a dolog. Így van, akkor már csak amatőr szinten, de akkor is nagyon meghatározó volt ez is az életemben. És hogyha már a helyszínnél tartunk, hogy ugyan a Népkertben, a mai Vigadó helyén lehetett akkor pingpongozni, hogy mutasd be egy kicsit azokat a város részeket, ahol a könyv játszódik, vagy amiről a füzet szól. Tehát, hogy melyik város rész az, ahol te laktál, ahová iskolába jártál, mi volt a középiskola helyszíne? Igen. Hát a Nagyváti úti iskolába jártam, ez a Táncsics mozi, aki annak idején tudta, hogy ez hol van, az azt hiszem, utána volt belőle egy valamilyen klub, most pedig iskolaként működik, tehát ez a Szent Anna tér, ott laktunk, ez a Füzes utca, és milyen érdekes a sors, hogy szinte minden nap elmegyek most azon az utcán, mert a Nagyváti utcából megyünk fel az Avasra, a Pincénkbe. Hát ez hihetetlen, hogy minden áldott nap látom azt a helyet, az igaz, hogy már a házunkat lebontották, de akkor is ez a nosztalgia, ez
ez nagyon-nagyon jó nekem, hogy ott megyek el minden nap a húsbolt előtt, a házunk helye előtt, és ugye így jutunk föl az avasi pincénkbe. A középiskolát azt a fáji ipari közgazdasági technikumban végeztem, itt végeztem 67-be, ugye hát ez a Palóci utcán volt akkoriban. Pont ezt akartam kérdezni, igen, hogy ott volt-e a fáji, ahol most is? Nem, az a Palóci utcán ahol volt. Ahol most az államkincstár így van, ugye? Így van, tehát oda jártunk. És hát, oda csak lányok jártak, ugye? Ez igen, egy lányiskola volt. Igen, a mi osztályunk egy lányiskola volt, viszont az nagyon jó volt benne, hogy mi például, akkor volt ilyen testvériskola, és mi a gépipari fiúiskolával voltunk együtt, és együtt bálokat rendeztünk, tehát ilyen formában azért voltak fiúk is az életünkben. Jó, hát akkor ez nagyon izgalmas lehetett, hogy amikor a leányiskola összetalálkozott a fiúiskolával. Igen, hát ez utána pedig az egyetemre jártunk ki, amikor már itt a Miskolci Egyetemre, az is nagyon-nagyon jó volt. Tehát végeredményben, és hát a főutca, ahogy minden nap ugye a Palócin jöttünk haza gyalog, a két barátnőm, Szűcsani meg Ador Jánő a főutcán lakott, a Széchenyi utcán, és én így a Búzatéren mindig felszálltam a villamosra, és én a villamossal jöttem haza a Szent Annáig, és onnan gyalog mentem haza. Tehát végül is ez a körforgalom volt az életemben. És akkor, hogy ugye a fájba jártál, közgazdasági végzettséget szereztél, akkor te pénzügyi vonalon kezdtél el dolgozni fiatal felnőtt korodban? Hát akkor ez a fájnak volt egy olyan osztálya, ahol kitűnő tanulókat vettek fel, hogy német nyelvű gyors és gépírás, tehát itt igaziból, ha szabad ilyet mondani, akkor profi titkárnőket képeztek, és így így kezdtem el dolgozni, de a következő évben, hogy leérettségiztem, rögtön elvégeztem, volt egy 2 éves kiegészítő tagazata is, és az már pénzügyi könyviteli, számviteli rész volt. Később dolgoztam abban, mert már akkor később elvégeztem a mérlegképest is, de először titkárnőként kezdtem, de őszintén szólva ez a munka, nem mondanám, hogy nekem való volt. Tehát akkor az ügyviteltől inkább a pénzügy felé. Igen. Mert olvastam a könyvben, remélem, hogy jól ejtem a nevét, hogy a Miskolci Középítő Vállalatnál. Közútépítő. Így is van felírva, Közútépítő Vállalatnál dolgoztál. Ma is van ugye globalizáció, ma is vannak nagy építőcégek, de hogy szerintem ezt mi már nem tudjuk elképzelni, hogy a kommunizmus alatt ezek az ilyen nagy gigavállalatok hogy működtek, vagy hogy ebbe az ott dolgozónak milyen szinten volt rálátása, hogy rá tudtál nézni arra, hogy mik azok a folyamatok, amik zajlottak abban az időszakban, amikor te ott dolgoztál. Hát ez a közútépítő vállalat, ez Miskolc egyik legjobb vállalata volt. Hát az útépítés, azt ma is tudjuk, hogy abban azért sok potenciál van. Tehát gyakorlatilag majdnem mindig élüzem volt. Nagyon-nagyon az a 17 év, amit én ott eltöltöttem, azt tudom mondani, hogy megint csak egy nem is mint munkahelyre gondolok vissza, hanem megint az életem egyik legszebb szakasza. Tehát annyira ott és minden, a munkán kívül a sport, a kultúra, és mondom, hogy miután tényleg egy olyan vállalat volt, nagyszerű igazgató, nagyszerű főkönyvelővel, szakmailag csak a legjobbakat tudom mondani, nagyon-nagyon tehát szerettem. Tehát akkor kötődött egyfajta társadalmi élet is a munkavállaláshoz, igen, ami kifejezetten pontosan a dolgozói érán belül. Így van. És hát tényleg itt a Kossuth moziba volt mindig megtartva az élüzemavató. Hát az is megint egy ugyanolyan élmény volt nekem, mint az előbb, amit mondtam, az őrsvezetőség. És tehát... az élőzem az egy ilyen kategória volt, amit el lehetett nyerni? Igen, így van. Tehát a miskolci vállalatok között meg volt, hogy milyen eredmény, mennyi árbevétel kellett hozzá, meg voltak a kritériumok, és bizony a közútépítő vállalat az nagyon élmezőnyben volt. Egyik évben kiváló vállalat, a másik évben élüzem. És hát ugye ehhez is hozzátartozik, hogy ugye itt adták át ezen az ünnepségen a kiváló dolgozó jelvényeket, hát szóval amikor az ember azt ott átvette az ünnepségen, az megint egy nagyszerű dolog volt.
ha most így rákérdeztél, talán pont ezek hiányoznak ma, azt hiszem. Nem tudom, hogy ez miért lett, megint ezt a szót tudnám mondani, hogy pejoratív, hogy miért nincs valahogy tényleg olyan, hogy a munka után, a sikeres munka után, a sikeres tanulás után, mert itt is ahhoz, hogy egy fokozattal feljebb menjen az ember a pénzügyi listáján, vagy a fizetésén, bizony én is azért végeztem el a mérlegképest, hogy még jobban felkészüljek, akkor tényleg teljesítményhez volt kötve. És én azt érzem, hogy ma ez hiányzik, valahogy, mintha nem lenne összefüggésbe a teljesítmény, a tudás, a tanulás, a szorgalom, hanem egyéb dolgok is közrejátszanak. Igen, meg akkoriban szerintem köszönhető volt ez annak, hogy volt egy irányított közművelődési koncepció, és igen, ennek része volt a munka utáni életnek, igen, a formálása is. Igen, ez igaz, de ezt most őszintén mondva, ez sem mindenhol volt. Hát ezeket a dolgokat is Vida Jancsival, aki ma is a Borúthoz kötődik, ő is el tudná mondani, hogy ezeket az ünnepségeket köztük én szerveztem. Hát olyan nagy dicsőség volt az, hogy elértem például azt, hogy a fizikai dolgozók közül is mondjanak verset március 15-én. Tehát akkor se úgy volt, hogy mindenhol volt. Tehát itt is kellett egy mag, aki kiállt, aki merte csinálni, aki bevállalta, és ugye amikor tetszett a vállalatvezetőségnek is, akkor már persze, hogy nagyon könnyű volt, de azért ezekkel a dolgokkal kiállni, akkor is kellett hozzá bátorság, és kellett hozzá szorgalom, tudás, meg hogy a többieket rábeszélni. Mert nyilvánvalóan, hogy az adminisztratív állomány az sokkal jobban tudott verset mondani, de amikor a fizikaiakat is be tudtuk vonni. Mert... Igen, pont erre szerettem volna rákérdezni, hogy ez kimarad a könyvlapjairól, nem köszön vissza, de hogy kell ezt elképzelni, hogy valaki ül a kis tip-top kosztümjébe az irodába, olvastam ilyet, hogy alpaka kosztüm, hogy így el tudom képzelni, hogy így ülsz egy ilyenbe, és akkor egyszer csak megfogalmazódik a dolog, hogy le kéne menni a dolgozókhoz rávenni, hogy valaki szavaljon Petőfit, vagy ezt hogy kell elképzelni, hogy mi a folyamat? Hát ugye miután mondtam, hogy szerettem a verseket, valahogy mindig megtaláltam a módját, megtaláltam azokat az embereket, akik ugyancsak szerették, és akkor kitaláltam, hogy csináljunk már március 15-én egy ünnepséget, és akkor összeálltunk 5-6-an, és elmondtuk az igazgatónak, hogy mit szeretnénk, és az ünnepség, ugye, mert amit március 15-én, vagy egyéb november 7-én, ugye, mert akkor ezeket tartottuk, akkor előtte volt egy ilyen versmondás, hogy 5-6-an kiálltunk, és mindenki mást mondott. És azért mondom, hogy az, amikor a végére már egy fizikai dolgozót is be tudtunk vonni, hát az mindenkinek egy csoda volt. Meg hát biztosan az ő életéhez is akkor nagyon sokat hozzátett ez. Így van, hogy ő is elhitte magáról, hogy ő is el tudja mondani, teljesen mindegy, hogy az egyik ember kevésbé, a másik talán jobban hangsúlyoz. Itt nem ez a lényeg, az, hogy együtt voltunk, és a végére olyan érdekes, ez összekovácsolódik, és még olyan is volt, hogy maga nem tudta volna elképzelni saját magáról, hogy ő is képes erre, és megcsinálta. És lehet tudni, hogy a rendszerváltás környékén ugye nyilván ezek a vállalatok feloszlottak, hogy vajon mi lett ez ezekkel az emberekkel, hogy van, akinek sikerült így a sorsát nyomon követni? Hát igen, nagyon sok mindenkivel találkoztam. Az az igazság, hogy ha saját magammal kezdem, ugye, akkor azt mondanám, hogy nekem ez a 90. december 31, mert ráadásul én akkor kaptam meg a felmondó levelemet, és ráadásul úgy, hogy szakszervezeti elnök voltam, tehát ilyen formában a kollektív szerződés védeni a dolgozót, nem éltem ezzel, tehát engem is olyan szinten ért, hogy na hát ez meg a talán, ahogy eddig mondtam, hogy milyen nagyon jó élményeim voltak, ez a nap talán az életem egyik legrosszabb napja. Azt, hogy az ember azt a 17 évet egy pillanatra elveszíti, és másnap nem tudtam, hogy mihez kezdjek. És nem sok időm volt ezen gondolkodni, mert ugye a Berekalján laktunk, akkor már felépítettünk egy sorházat, fizetni kellett a számlákat, akkoriban a párom
kötött kötőgéppel a garázsunkba, tehát az is megint egy olyan volt, hogy azt is kitalálni, tehát mind a ketten ilyen kreatívok voltunk, és akkor nem volt mit tenni. Előző héten még a Volga jött értem, mert mint szakszervezeti elnök, hogyha mentem ellenőrzésre, akkor kérhettem. Bizony a következő héten meg a Zsarnai piacon találtam magam pulóvert állulni. Igen, ez is kiderül a könyvből, de úgy tűnik a sorok közül olvasva, hogy ez a pénzügyi múlt, ez megágyazott a későbbi vállalkozói létnek. Ugye? Ez hogy ez sok olyan tapasztalat volt, amit lehetett hasznosítani. Ez pontosan így van, mert anélkül, hát bizony mi is bekerülhettünk volna a málnásba. Nagyon-nagyon odafigyeltem, tehát ugye ez a kötés, ez a páromnak a vállalkozása volt, de utána csináltunk már mást is. Bocsánat, ez még később paros vállalkozásként indult? Maszek? Igen, ő még Maszek volt. Így van, ő még Maszek volt, de én már amikor elkezdtem a munkát, akkor én már mint vállalkozó, először egyéni vállalkozó, de például amikor már az ingatlannal foglalkoztam, mert most nagyot léptünk, mert azért nem rögtön a piacról, nem rögtön a ingatlan irodám volt, de utána már azt viszont KFT-ként csináltam. Hát ha nem lett volna pénzügyi végzettségem, akkor lehet, hogy még ma is fizetném a bírságokat, és amire tényleg nagyon-nagyon büszke vagyok, hogy 10 évi ingatlanos múlt után pont az utolsó évben kaptam egy 5 éves átfogó ellenőrzést, hát ha nem is dicsérettel, de teljesen mindent rendbe lévőnek találtak. Tehát ez azt gondolom, hogy önmagáért beszél, tehát soha nem kellett büntetést fizetnem. Tehát így, ahogy kérdezted, ez így, akkor biztos a pénzügyi végzettségnek köszönhető. Igen, azt gondolom, hogy az adásidő végéhez közeledve, hogy egy nagyon szép íve van ennek a dolognak. Tehát, hogyha valaki ezt aztán később veszi magának a fáradtságot, mert felkeltették az érdeklődését, az itt elhangzottak is, elolvassa esetleg az Egyedül Miskolcon című részét a Privát Filmmúlt sorozatnak, akkor nyilván ebből ő is fogja látni, hogy ez egy azért egy jól összerakott, tudatos életpálya köszön vissza ezekből a sorokból. Most még ahhoz, ha az Egyedül Miskolcon, ez kétértelmű azért, tehát ezt szeretném azért ezt tisztázni, mert először úgy indult a könyv címe, hogy Egyedül is megy, tehát az abból indult volna ki, hogy nagyon sokszor kerültem olyan helyzetbe, amiket az előbb próbáltam elmondani, ami küzdelmes volt, és volt, amikor a párom se volt mellettem, mert ő éppen akkor külföldön volt, és mégis át tudtam hidalni, de ez, hogy Egyedül Miskolcon, ez inkább az én lokálpatrióta egyéniségemre utal, hogy semmit nem tudok elképzelni sehol a világon. Ő nagyon kötődött Kanadához, nagyon sokat ment a testvéréhez, és én nem soha sehova, nekem Egyedül Miskolc. Tehát azért mondom, hogy ez így kell érteni, nem csak az, hogy Egyedül Miskolcon, hanem hogy csak Miskolc. Igen, ez lett volna az utolsó kérdésem nekem is, hogy én is ezzel szerettem volna zárni a mai adást, hogy ez a cím valóban kétféle jelentéstartalmat is hordoz magába, hiszen a könyv végeztével kiderült, hogy egy időre kiköltöztetek Máiba, de hogy hát hogy ilyen szófordulattal éljek nem jött be, hogy Miskolchoz azért jobban kötöttetek. Hát ez az, hogy Máiba mentünk, ez kimondottan a vállalkozás miatt volt, hiszen az előbb azt kihagytam, hogy kerti hintágy párnákat készítettünk, ez már az én vállalkozásom volt, de ezt már olyan nagy üzemben, hogy kamionszámra vitték Pestre a kerti párnákat, a hozzá kapcsolódó székpárnákat, terítőket, ez mind az én egyedi elképzeléseim szerint volt, egyedül tervezte meg, a párom meg kiszabta, tehát ez és a varónők megvarták, de nem tudtam már itt megszokni. Tehát amikor ez a vállalkozás véget ért, de már közben is, tehát én csak Miskolcra szerettem volna visszajönni, persze több mint 15 évet töltöttünk azért ott el, mire végre eldöntöttük, hogy visszajövök, és hát én itt vagyok boldog. És akkor most pedig Miskolc, borút, pince. Így van. Könyv. És így nagyon teljesnek érzem az életemet. Unoka, kislányom, fiam, így tényleg teljes az élet. Na hát azt gondolom, hogy ettől szebb zárása egy ilyen Privát Filmmúlt sorozat kapcsán készült interjúnak nem is lehetne. Úgyhogy én csak javasolni tudom a hallgatóknak, hogy kövessék nyomon a sorozatot, vásárolják meg a kiadványokat, és akkor ismerkedjenek azzal, hogy hányan vagyunk
sokfélék, vagy milyenek is vagyunk mi itt Miskolcon. Nagyon szépen köszönöm neked, hogy befáradtál, és hát a további ambíciókhoz pedig nagyon sok sikert kívánok. Köszönöm szépen, és köszönöm a beszélgetést is. Igazán nincs mit.